Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket. A kérdés úgy hangzott, hogy milyen furcsa ellentmondás az, amit Pál apostolnál látunk, amikor arról beszél, hogy azok is átok alatt vannak, akik nem tartják meg a törvényt, meg azok is átok alatt vannak, akik meg akarják tartani a törvényt. Meg kell mondanom őszintén, hogy a keresztény teológiában kevés olyan vita van, ami annyira termékeny lenne, mint Pál apostol és a törvény viszonyának a boncolgatása. Ez egy nagyon összetett és egy nagyon bonyolult kérdés. Valóban arról van szó, hogy Mózes 5. könyvében volt egy különleges szertartás az átokmondásoknak és az áldásmondásoknak a szertartása, és áldást mondtak 12, illetve átkot mondtak 12 átkot, és aztán áldásokat mondtak azokra, akik megtartják Isten törvényét, és átkot azokra, akik megszegik Isten törvényét. És ezzel szemben Pál apostol a Galáciai levélben, amikor a körülmetélkedés körüli viták folynak a gyülekezetben, akkor azt mondja, hogy azok, akik a törvényből akarnak megigazulni, azok átok alatt vannak, mert hiszen Isten azt mondta, hogy átkozott mindenki, aki nem tartja meg a parancsolatokat. Ha azonban alaposan elkezdjük olvasni és tanulmányozni Pál apostolnak a szavait, észre fogjuk venni, hogy Pál apostolnak semmi baja nem volt a törvénnyel. Tehát nem az isteni normákkal volt Pál apostolnak gondja. Különösen a római levél 7. fejezetében arról beszél, hogy a törvény szent, igaz, jó. Azt mondja, hogy azok az igazi zsidók, akik megtartják a törvényt, és nem azok, akik tanítják a törvényt, vagy beszélnek a törvényről. Tehát Pál apostol az Isten szövetségi rendjéhez, az ő törvényéhez való engedelmességet, ezt jelentőségteljesnek tartott. Pál azonban egy realista ember volt, aki reálisan látta a dolgokat, és azt mondta, hogy azért vannak átok alatt, akik a törvényből akarnak megigazulni, mert a törvénynek szívből igazán egy megtéretlen ember nem tud engedelmeskedni. Külsőleg alkalmazkodhatunk bizonyos törvényekhez, de szívünkből nem fakad az Isten törvénye iránti engedelmesség. Ezért akik nem a megváltóra hagyatkoznak, és nem Krisztus bűnbocsátó szeretetére építik az ő hívő életüket, hanem saját engedelmességükre, azok tulajdonképpen fövenyre építenek, és ennél fogva vannak átok alatt. Ez tehát Pál apostolnak a tulajdonképpeni problémája ezzel a kérdéssel. Szívünk hajlamai gonoszak, és ezt nem tudjuk megváltoztatni. Külsőleg lehetünk jól neveltek, és lehetünk finom úri emberek, vagy úri hölgyek, de ez kevés az üdvösséghez. Ha a lelkünk, a szívünk nem változik meg, akkor jól nevelt embereként is ki fogunk maradni az Isten országából. Pál ezt radikálisan, komolyan vette. Ezért beszél arról, hogy a törvény csak arra jó, hogy elnémítson bennünket, és rádöbbentsen arra,
hogy megváltóra, szabadítóra van szükségünk, és elvezessen bennünket a szabadítóhoz. Pál apostol a római levél 8. fejezetében azonban arról is beszél, és ez egy nagyon jelentőségteljes dolog, hogy lényegében azáltal, hogy az ember eljut a szabadítóhoz, ezáltal nem mentesül a törvény, a jó, szent, igaz és törvény kívánalmaitól. Tehát nem arról van szó, hogy Jézus engedelmeskedett helyettem, hogy nekem ne kelljen engedelmeskednem, hanem arról van szó, hogy Jézus Krisztus engedelmeskedett, Isten nekem tulajdonítja Jézus Krisztus engedelmességét, ez azonban az megváltás munkájának a kiinduló pontja, a gyógyulásunkhoz vezető első lépés, mert Istennek az a szándéka, hogy Krisztus törvényét követve, Krisztus törvényének engedelmeskedve, lépésről lépésre haladjunk tovább, ahhoz, annak felé, a gyógyulás felé, ami a krisztusi jellemben, a krisztusi tisztaságban valósul meg. Tehát az apostol arról beszél, hogy kevés a külső engedelmesség, a belső engedelmesség azonban csak Krisztusban valósulhat meg. Hogyan gondolkodott Pál apostol erről a Krisztusban megvalósult engedelmességről? Hát először is egy élethivatásnak tekintette, és egy sor olyan fogalmat használ, hogy futni, növekedni, gyarapodni, fejlődni, és így tovább, egy egész életen át. Másrészt, amiben Pál nagyon reálisan gondolkodott, az a következő, hogy valójában ezt a krisztusi tisztaságot és nemességet, a Krisztus iránti engedelmesség tökéletes mi voltát akkor kapjuk el meg, amikor a mi testünket is megváltják. Tehát amikor átváltozunk, amikor a halandó halhatatlanná lesz, más szóval Jézus Krisztus eljövetelekor. Pál apostol azt mondja, hogy addig reménységben élünk, reménykedünk abban, hogy jó úton haladunk oda, és ezért kitartással futjuk meg a célunkat, hogy jó úton haladunk arra, hogy elnyerjük a Jézus Krisztus jellemének a tisztaságát. Aki ezt feladja, az soha nem fog oda eljutni. Aki ezt önerőből akarja megvalósítani, az sem fog oda eljutni. Pál apostol tehát Krisztushoz hív bennünket, Isten lelkének a vezetése alá akar helyezni bennünket, és azt mondja, hogy akiket Isten lelke vezet, azok az Isten gyermekei, és ha gyermekek, akkor örökösök lesznek. És az az örökség, ez két dologból áll. Egyrészt a bűntelen, tiszta krisztusi jellemből, másrészt ennek a következményéből az egészséges és gyógyult betegségektől, haláltól mentes örök életben. Tehát ez a kettős ajándék, amit Jézus Krisztusban nyerünk, és ez az igazi áldás, amire Pál apostol vágyakozott, és amit Pál apostol keresett. És adja jó Isten, hogy mi is ezt keressük, és meg is találjuk.